Köszönöm szépen. Folytatnám a kérdés azt a gondolat is sort, amit Péter és Lajos megkezdett, hogy tehát a tervezésnél folyamatosan ellentmondó érdekek merülnek föl politikusok részéről, lakosság részéről, különböző szereplők részéről. A tervezőnek mi lehet az az érdeke? Vagy mi az a legfontosabb érdek, ami mentén a tervezés zajlik? Hogy lehet-e egyáltalán ilyen, hogy a tervező inkább szintetizálja az érdekeket, vagy van valami fajta érték, ami mentén folytatja a tervezést? Én azt gondolom, hogy a tervezőnek egy szakmai értékrendje nyilván lehet, egy szakmai megközelítése. Ez a jó szándékúság, a kellő alázat, a tényekhez való igazodás, az egyenlő esély biztosítása a szereplőknek, de alapvetően nem az az érdekes, hogy a tervezőnek milyen értékrendje van, hanem annak az adott irányítási rendszernek, ez legyen egy önkormányzat, lehet egy szélesebb partnerségben működő, egy igazi governance, egy régió, vagy egy város esetében, vagy akár egy ország esetében. Igazából a tervezőnek azt kellene világossá tenni, hogy ami alapján a terv készül és zajlik, őszintén szint vallani és megmondani, hogy mi, amikor ezt a tervet készítjük, ilyen értékeket tartunk szem előtt. Nem azt állítani, hogy ahogy én ezt gondolom, az a szakmaiság és mindenki más, aki máshogy gondolja, az hülye, hanem azt mondjuk, hogy ez a terv, ez abból indul ki, hogy ezt és ezt és ezt tartjuk prioritásnak. Ez lehet egyébként politikai szempontú is, hogy ez egy mondjuk családorientált és konzervatív, vagy ez egy szabadpiac orientáció, vagy ez egy abszolút fenntarthatóság orientáció, csak hogy ilyen nagyon egyszerű értékrendeket rögzítsek, vagy vegyek példaként, ennél nyilván lehetnek szofisztikáltabbak, a szegényekre fókuszálunk, vagy csak ezeket őszintén fel kell vállalni, és ki kell mondani, hogy ez a tervezés most ebbe az irányba halad. Hadd említsek egy példát, túlnyúlok akkor a harmadik mondaton, ha szabad. Szabad, jó. Szóval volt szerencsém Magyarországnak a 2005-ös országos területfejlesztési koncepcióját is, tulajdonképpen kis csapatommal a szakmai munkálatait a Vátiban mi készítettük, aztán később a gazdasági minisztériumban pedig a 2014-ben elfogadott területfejlesztési koncepciót is mi munkáltuk ki, aminek egyik térképen nagy örömömre az utolsó előadásban ki is volt vetítve, az a szép városhálózatos. Szóval egy óriási nagy különbséget hadd hangsúlyozzak, és nem akarom mondani, hogy bármelyik időszakban kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb volt a tervezés, de míg 2005-ben a politikum nem mondta meg, hogy mit akar ettől a koncepciótól. Mi tervezők borzalmasztóan élveztük, mert fú, de jó, akkor most kitalálunk mindenféle új dolgokat, nem egy szemében, hanem nagyon sokakkal együtt gondolkozva, például Gauder Pétert is annak idején, Kösszorú Lajost is bemondtuk annak idején, és sokakkal másokkal konzultálva, de egy ilyen szakmai, nehogy csúnya szót mondjak, szóval egy szakmai önbeteljesedés folyamata zajlott, amit nagyon élveztünk, és a politikumot azon túl, hogy azt hiszem Kolbel István volt akkor a miniszter, ő is néhányszor kiállt, prezentált, hogy milyen szép, olyan jó térképeket csinálnak a Vátiban, hogy csodálatos, fantasztikus, és aztán senkit nem érdekelt. Na most ezzel szemben 2011-ben, amikor elkezdtük az új OFTK-nak a tervezését, először megriadtunk, mert sokkal kötöttebb pályán mozogtunk. A kormánynak voltak olyan prioritásai, hogy gazdasági növekedésbe ezt kell elérni, források 60%-át gazdaságfejlesztésre, családbarát, teptareptare, és először megijedtünk a helyzettől, hogy hát hogy fogunk mit szakmailag alkotni. És azért ebből a szempontból mindenképpen azt mondhatom, hogy sokkal szerencsésebb volt az, hogy volt egy politikailag kialakított világos stratégia, amihez meg kellett keresni, hogy akkor ezt hogyan lehet térbeli struktúrákká letervezni és alakítani. Tehát azok, akik gyakran a politikától függetlenné akarják tenni a tervezést, és azt mondják, hogy a politikus az nekünk csak egy teher a nyakunkon, azok azt gondolom, hogy nem jó úton járnak, még azzal együtt is, hogy nyilván a demokráciánkat, politikai működésünket, együttműködési kultúrát, és nagyon sok minden bizony van javítani való. De kik csinálják a politikákat? Tehát magyarán én a következőt látom ebbe az egész történetben, hogy először is magának az, hogy te jó tervet készíthessél, ahhoz jónak kell lenni. Én úgy látom, hogy ez az egész probléma részben onnan adódik, hogy ezeket az örökölt technikákat, amiket megtanultunk, azokat próbáljuk az előbb említett szerint javítgatva, de tulajdonképpen barkácsolva továbbvinni. Mit mondott a minisztériumból, vagy a
kormánytól itt lévő férfi ma reggel. Azt mondta, kidolgoztuk már tulajdonképpen ezeket az elképzeléseket, a választások előtt ezzel nem jövünk elő, de amikor előjövünk, majd meg lesz a választás, akkor majd fogjuk és társadalmasítjuk az anyagot. Ezt mondta. Dobtam egy hátast. Ugye erről szól az egész történet, hogyha én fogom és lenyártom a magam elképzelése szerint valamit, akkor nyilván én szeretném a saját szellemi spermámmal megtermékenyíteni az összes többit. Igen ám, csak nem erről szól a történet már. Az angol kollega, a vöröshajú, ugye mit mondott? Azt mondta, hogy az ő csapatuk az nem egy szakemberből áll, aki a saját spermáját próbálja szórni, hanem összeszednek egy olyan tímet, amiben gazdasági szakértő, és a végén még egy fizikai tervező is benne van, de nem a fizikai tervező, a Federführer, és ez a csapat, ez nekiáll, és elkezdi az egész munkát végezni. De a kezdetektől már megértik azt, hogy a szereplők, megint csak ott megjelent az ő két nyilával, az ott lévő adott esetben lakosok, akik ennek a haszonélvezői lesznek, nyilvánvalóan azok a szereplők, akik ezt majd megvalósítják, a piac szereplői, ezeket ők megértik. És ha megértették, akkor kezd a team gondolkozni már egy betöltött rendszerben. És én úgy gondolom, hogy ez az alapkérdés, hogy azt a fajta technokrata hozzáállást, amellyel mi ezt az egészet úgy gondoljuk, hogy a jövőt a tapasztalatok alapján meg tudjuk csinálni, ez nem megy. Bennünket erre oktatnak, és ez az összes kutatási anyag, meg az a 60 tonna, amit az előírások szerint elő kell gyártani, szart se ér már, bocsánat, mert nekünk pontosan anticipálni kellene a jövőt, nem arról beszélni, hogy ez volt idáig, és ez így történt, és majd így megy tovább, mint a Mosfilm stúdiónál, így haladunk előre szépen, nem így történik. És pont azt kellene megérteni. Most valakik elmondták, és hogyha el fogjátok olvasni az angol anyagot, akik elmondták, ugye azt mondták, hogy csökken Magyarország népessége, ezt adatokból frankon ki lehet kvázi olvasni, és az angoloknak az anyaga, nem mondja ki expressis verbis, de körülbelül minden harmadik oldalon megjelenik, az összes környezeti problémát elmondják, és azt az egy lényegest, amit az egész hordoz a túlnépesedés, azt ott Laden sem végigvezetik, mert nem merik kimondani, mert ez már egy tényleg politikai probléma. Mit kezdünk a túlnépesedéssel? És hogy Magyarország is túlnépesedik, mert másik kollega azt mondta, hogy Budapest nem növekszik, nem a frászt, nem a adminisztratív határon belül, hanem ki, 400 ezer ember kirohant ide a környékbe, és letaposta az egész zöldet körülöttünk. Tehát magyarán alapvetően pontosan arról lenne szó, hogy ezt az egész tervezést, ha megpróbálnánk megújítani, akkor hogy tudjuk úgy kezelni, hogy azon érdekek már a start pillanatából ismertek legyenek. És ennek egyet én a menedzselésben azt tanultam meg, hogy rövid távon soha nem tudsz megegyezni a saját családoddal se. Hogyha a gyerekkel le akarsz utazni a Balatonra, és te ott erőlteted, ő akkor meg a haverjaival akar itthon elmenni a buliba, nem fog menni. Muszáj létrehozni azt a mítikus ragasztót, ami a távlatról szól. Tehát mi az a jövőképed, amiben az egészben úgy együtt gondolkoztok, és ez, ha tetszik, ha nem, ez egy kulturális kontextus. Valaki elmondta, itt nem tudom, kit tanítani kell, iskolába el kell menni, stb., hogy azok a vidéki emberek, és mindezt értsék és tudják. Ha ezt a kulturális kontextust, ezt a mítikus ragasztót nem hozzuk össze, akkor nem fogunk tudni a tervezésbe előrelépni, vagy pontosabban nem valósul meg, amiket megtervezünk. Hát nagyon sok mindent elmondhatok. Ugye az érték, értékválasztás. Ugye? Hát hogyha nagyon megnézzük, akkor azért a tervezés az egyféle szolgáltatás, valamilyen nagyon akár magas polcra tehető, magas státuszú és komplex, összetett szellemi szolgáltatás, aminek nyilvánvaló a keresleti oldalon kell, hogy legyen egy nagyon-nagyon jól megfogalmazott inputja, hogy mit is kérek én. Na most ugye a tervezőket arra kondicionálják, hogy alapvetően távlatosan gondolkodjanak, jövőorientáltan építsék föl struktúráltan a dolgokat, viszont hát sajnos a megrendelői oldal az egészen más perspektívákban mozog. És az, hogy ő abban a térben és abban a idően intervallumokban mozog, abból következik az, hogy ő milyen
milyen megrendelőként lép föl, mik az ő érdekei. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly értékfeszültség. Korábban ugye azért a Magyarországon akár a rendszerváltás előtt, akár a rendszerváltás utáni évtizedekben még a szakpolitikának azért viszonylag nagy súlya volt. De ahogy haladt előre a centralizáció, ugye a politikusok elég keményen eljutottak arra a szintre, hogy át tudnak lépni a szakpolitikus kollégákon, és meg tudják mondani, hogy mire van szükségük. Tehát nyilvánvaló itt a tervező be van szorítva. Neki az sokféle egyensúlytalanság között kell valamiféle értelmes rendet vagy egyensúlyt vázolni. Ez az egyik. És hát igazából én úgy gondolom, hogy valóban nincsenek tuti és örök megoldások. Itt a legfontosabb, amiről a Péter beszélt bizonyos értelemben, én azt úgy fejezem ki, hogy az utat kell megtalálni, amin tulajdonképpen ebben a folyamatban lehet előre mozogni. Másik, el kell szakadni a fejlesztésorientált tervezés szemlélettől. Ez nyilván az oktatásban, a politikában és a cselekvésben is igaz. És hát az, hogy én úgy gondolom, hogy differenciált értékkörök léteznek a tervezésben. Tehát nyilván van a fejlesztésorientált gondolkodás és modellezés, és vannak ugye a védelmi szempontú megközelítések, esetenként ugye a köztes mezőkben az adaptív tervezésről is lehet szó. De azért a ma délelőtti előadások nagyon sok értékes olyan elemet mutattak be, ami alapvetően az integrált megközelítésről és az integrált szemléletről szólt, és én úgy gondolom, ez az a jövő, amiben a különféle értékeknek valamiféle koherenciáját lehet létrehozni. Nagyon fontosnak tartom, hogy direkt fölírtam magamnak, hogy el ne felejtsem, hogy ezt nem én találtam ki, ezt valaki más mondta. Teljesen mindegy, hogy ki volt, aki mondta, de a lényeg az, hogy a tranzakciók eredménye függ a többi ember cselekedeteitől. Magyarán, ha ezt nem teszed meg a tervezés során, amikor én azt mondtam, hogy a kihívás a társadalom számára, hogy együttműködjön. Az együttműködésnek a tervező egy eszköze, hogy ezt a dolgot levezényelje. Ha te ezt nem tudod jól csinálni, nem jön létre a cselekvés. És tulajdonképpen az a mérőszám, hogy vajon megcsinálták, vagy nem. Ha én a Bartók Bélánál 3 év után nem leszek abban eredményes, hogy az itt lévő szereplők ne csak egymással működjenek együtt, meg a lakókkal, meg a taxisokkal, hanem az önkormányzattal is, mert az önkormányzattal ez nem jön össze, akkor nem jön létre igazi cselekvés. És abban a pillanatban kiderül, rosszul terveztünk, mert nem hoztuk létre ezt az együttműködést. És én ezt látom az alapvetőnek, és ezt ma leginkább a játékelméletek képviselik. Ha azt vennénk elő, és nem ezt a bocsánat úgy kell szabályozni, hogy 2 centis papír eltakarja, vagy és ezért elektronikusan kell csinálni. Ki nem szarja le, hogy elektronikusan húzzák azt a vonalat, vagy 6B-s ceruzával. Hova húzom?